Már 14 éve viseli a Szent Lukács nevet a kórház, október 18-án az intézmény névadójára emlékeztek a dolgozók. Új parkot avattak a belvárosban a Földvilágnapján, mind a 7 kontinens jellegzetes növénye megtalálható benne. Közeledik a téli időszak, csúszósá válnak az utak, 7 fok alatt már mindenképpen érdemes felkészíteni az autókat. Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, jönnek a részletek! Mint minden évben, idén is megemlékeztek a Dombóvári Kórházban Szent Lukácsról, az intézmény névadójáról. Az ünnepségen dr. Velkei György, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese, és dr. Kerekes László főigazgató tartottak előadást ez alkalomból. Fehér köpenyes és civil ruhás orvosokkal, ápolókkal telt meg a Dombóvári Kórház kápolnája. 14 évvel ezelőtt vette fel az intézmény Szent Lukács az evangélista orvos nevét, és ekkor adták át az udvarban található fehér kápolnát is. Ezt ünneplik azóta minden év, október 18-án a kórház dolgozói. Hát egy kórházi ünnepséget rendeztünk, ahol meghívott előadónk volt Verkei György, a Magyar Kórház Szövetség jelenleg alelnöke. Ő egy országos egészségügyben nagyon régóta, évtizedek óta nagy tapasztalatokkal rendelkező személyiség. A Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese elsőként a magyar egészségügy helyzetét, majd a keresztény kórházak, így többek között az általa vezetett betadista gyerekkórház gondolkodásmódját elemezte előadásaiban. A mai magyar egészségügyet igyekeztem egy kicsit gorcső alá venni, és azzal kapcsolatos problémákat, illetve megoldási lehetőséget, elsősorban a megítélésnek a józanságát igyekeztem egy kicsit bemutatni, vagy azzal kapcsolatos esetleges lehetőségeket, aztán pedig a keresztény egyházi gyógyítás lehetséges útjairól, itt az egyházi kórházakról, különösen az általam vezetett Betesda gyerekkórházról beszéltem egy kicsit. A vendégelőadó mellett dr. Kerekes László főigazgató a Dombóvári intézmény jelenlegi helyzetét ismertette, majd azt is elárulta, hogy hol foglalnak helyet az országos kórházi összehasonlításban. Elkészült egy ilyen összehasonlítás, amelyben a kórházunk, azt kell, hogy mondjam, hogy a hasonló feladatot ellátó és méretű kórházak között az első harmadban helyezkedik el. Azonban az ünnepélyen nem csak a statisztikák, hanem az érzelmek is helyet kaptak. A közelmúltban elhunyt kollégák, így dr. Vékony Ildikó, dr. Gács Ernő és dr. Tóth Tamás előtt állva rótták le tiszteletüket. A Bezerédi Amália óvoda műsorával felavatták a 7 kontinens parkot pénteken délelőtt a belvárosban. A Földünkért Világnap alkalmával készült az oktatókert és a tájékoztató tábla. Ez a fehér kis kavicsokból kirakott út vezet végig a 7 kontinens parkon keresztül. A Csillagház melletti kissé elhanyagolt területet most felújították, és a Földünkért Világnap alkalmából adták át. Az ünnepségen a Bezerédi Amália óvisai egy kis műsort adtak elő, majd Szabó Lórend polgármester mutatta be a kertet. Ez a helyszín a 7 kontinenst foglalja magában, és a 7 kontinensnek a jellegzetes növényeit állítottuk itt ki. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy bolygónk mennyire sokszínű és mennyire csodálatos növényvilággal rendelkezik. A munka nagy részét közmunkások végezték. Szabó Lórend azt is kiemelte, most sikerült megmutatni a városnak, hogyha kell és igény van rá, a város tisztaságáért felelős emberek segítségével is lehet nagy dolgokat alkotni. A régi elhanyagolt terület helyett mostantól tehát egy szépen rendbetett oktatópark várja az érdeklődőket. Valamint azért egy kis oktató jelleg is van benne, egyrészt óvodáknak, iskoláknak jó helyszín lehet terepi munkákra, valamint azoknak, akik szeretik a kerti növényeket, ezzel tudunk példát mutatni, hogy milyen sokféle növény beszerezhető akár Magyarországon is. A bemutatni kívánt növények közül még hiányzik az antarktiszi füvecske, ez tavasszal fog megérkezni. Ekkortól lesz teljes az oktatópark.
Az átadó végén az óvodások egymás kezét fogva járták végig a kis kertet. 7 fok hőmérséklet alatt javasolt télire cserélni az autógumikat. Hazánkban ez nem kötelező, de a szakemberek szerint sokkal biztonságosabb, mint a hidegben nyári vagy 4 évszakos abroncsal közlekedni. Éppen egy autó kerekeit cseréli a szerelő ebben a műhelyben, a jármű tulajdonosa ugyanis már téli gumikkal szeretne közlekedni. Vannak, akik már az őszi hideg beköszöntével felkeresik a szervizeket, sokan azonban megvárják az első havazást, és csak utána veszik rá magukat az abroncs cserére. Ez azonban balesetveszélyes, felesleges kockáztatni és az utolsó pillanatig várni. A hozzáértők azt ajánlják, az autótulajdonosok tartósan 7 fok körüli hőmérsékletnél már tetessék fel a téli garnitúrát. A nyári gumiabroncs a kémiai anyagok összetétele miatt kikeményedik a hidegre, ezáltal teljesen elveszíti a tapadását. A téli gumi ugye meg a kémiai anyagoknak köszönhetően reagál a hidegre, azaz rugalmasabbá válik, ezáltal jobb tapadást érünk el nedves, illetve jeges hideg aszfalton. Egy téli abroncs 10-szer lamellázottabb, mint a nyári gumi, azaz sokkal több mélyedés van rajta, ezáltal pedig nagyobb tapadást biztosít, és a vizet is jobban elvezeti. Tölösi Roland ezeket a barázdákat mutatja. Ugye itt a lamellák már szét is válnak, ugye látszik, ez egy vadonatúj gumi, látszik is, hogy ez a kapaszkodó felülete az abroncsnak, ez teljesen lemegy az abroncsnak a karkaszáig, ugye az alapjáig. Azonban attól, hogy felrakadtuk a téli gumikat, még mindig nem érezhetjük magunkat teljesen biztonságban. A változó időjárási körülmények miatt csúszósá, jegessé váló utakon, ködben, havazásban még óvatosabban vezessünk. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy az útviszonyok változnak. Tehát az azt jelenti, hogy ilyenkor már az aszfalt is hideg van, hogy a külső hőmérséklet is visszaesik, ami nagyon fontos, hogy ilyenkor lehet jegesedés, különösebb a hajnali időszakokban, vagy a reggeli időszakokban, ahol pára lecsapódás van, ugye fák, falevelekről, ilyesmiről legullik a pára az úttestre, ott mondjuk megfagyhat, erre is jobban oda kell figyelni a járművezetőknek. A dombóvári autós iskola vezetője azt mondja, ebben az időszakban arra is nagyon oda kell figyelni, hogy az autónk legyen rendesen kivilágítva. Az iskola diákjainak például ezen az interaktív táblán mutatják meg, mik azok a berendezések, amelyek fontos, hogy mindenképpen működjenek. Hogy nem csak az a lényeg, hogy én látok, hanem hogy minket is lássanak. Tehát ebből kifolyólag a járműnek a világító berendezései azok nem baj, hogyha működnek és jók is. Tehát azt mondja, célszerű előtte megvizsgáltatni, hogy a lámpák, az égők minden jók világítanak, megnézni. Az időjárás előrejelzés szerint az utakat beterítő nagyobb óra még jócskán várni kell, azonban célszerű már októberben elkezdeni a téli felszerelések beszerzését. Továbbra is veretlenek a dombóvári Fiúkamp megye első osztályú U19-es bajnokságban. Az őszi szezon utolsó meccsére készülnek, november 2-án idegenben lépnek pályára Tamási ellen. Passzolják egymásnak a labdát a dombóvári ifi csapat játékosai, a többiek pedig készülnek a támadásra. Többek között így melegítenek az U19-esek az őszi szezon utolsó meccsére, amit Tamási ellen fognak majd játszani november 2-án. A fiúk eddig minden meccsükről győztesen távoztak. Remélik, hogy ezúttal is ugyanolyan jól szerepelnek majd, mint eddig, és veretlenül térhetnek a téli pihenőjükre. Eddig elmondhatom, hogy nagyon jól szerepeltünk, ugyanis a 8 mérkőzésből mind a 8-at megnyertünk, és hát a gólarányunk is ragyogó, úgyhogy hát reméljük, hogy ilyen lesz a folytatás is majd. Az U19-es csapat augusztus elején még azt tűzte ki célul, hogy minél jobban összekovácsolódjanak, minél jobb legyen a csapat összetartása. Az IFIK edzője Pálinkó Mihály szerint ez jól sikerült. Mondhatom azt, hogy mind csapat erős, mert szóval tényleg eljutottunk odáig, hogy megértették a fiúk, hogy ez igazi csapatként funkcionáljon, tehát mindenki próbálja hozzátenni a magáit a játékhoz, és ne az egyéni érdekeket helyezzék előtérbe. És ez nagyon fontos egy csapatjátékban, így a labdarúgásban is. Bravúros gólarányt tudhatnak a fiúk maguk mögött, főként Kirdorf Erik, aki eddig 19 gólt lőtt 8 meccs alatt. Ő azonban még ennél is többet szeretett volna rúgni. Hát csapaton belüli volt egy ilyen kis verseny, úgymond. Az előző játékosunk, a Tamás Zsombor, az, hát ő
9 meccs alatt megúta 20-at, és akkor én 8 meccs alatt szerettem volna elrúgni. Erik azonban tovább küzd, most abban bízik, hogy majd 9 meccs alatt sikerül több gólt rúgni a társánál. Az eddigi teljesítményét nézve erre nagy esélye van Tamási ellen. A fiúk annak ellenére, hogy dolgoznak és iskolába járnak, fegyelmezetten látogatják az edzéseket, hiszen veretlenül szeretnék zárni a szezont, sőt, már a végső májusi győzelemben is reménykednek. Felettébb izgalmas a sikeredett a Dombóvári Futballklub legutóbbi mérkőzése Bátaszék ellen. Talán még sosem küzdött ennyit a győzelemért a DFC. A bravúrokban nem is, de gólokban mindenképpen gazdag mérkőzés volt, és összetartásból is jelesre vizsgáztak a fiúk. Az elején még magabiztosan léptek a hazai pályára játékosaink, hamar meg is szerezték a vezetést. Az ellenfél azonban ezt nem hagyta válasz nélkül, kiegyenlítettek. Az első félidő vége előtt azonban újabb dombóvári gól született. Az öröm viszont nem tartott sokáig, 2-1-es vezetésnél Várai Mátyást egy szerencsétlen ütközést követően kórházba kellett szállítani. A kiesett védő miatt teljesen új felállásban kellett pályára lépniük a második félidőben a dombóvári fiúknak, ami nem tett jót nekik. Ezt a bizonytalanságot ki is használta az ellenfél. A hazai játékosaink 3-3-nál azonban szerencsére újból feltámadtak, nem hagyták magukat, addig küzdöttek, míg meg nem fordították az eredményt. A kitartásuknak köszönhetően így végül 4-3-mal arattak győzelmet a Bátaszék felett. Szinte teljesen megtelt a Tinódi Ház színház terme egy újabb színvonalas előadásnak köszönhetően. Erre már Agatha Christie neve is biztosíték volt, de a Veresely Színház nagyszerű művészei is hozzájárultak ahhoz, hogy néhány órára a közönség kikapcsolódjon. Az Egérfogó című darab a híres írónőhöz méltán az utolsó pillanatig izgalomban tartotta a közönséget, és az előadás végén csattanóval derült ki, ki a gyilkos. A helytörténeti gyűjtemény előtti téren Katati Zsuzsa műhelytára várta a gyerekeket október 3. hétvégéjén a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozat keretében. A kicsik ceruzákat és zsírkrétákat ragadva színezhették ki a szemnél szebb kifestőket. Az elkészült alkotásokat egy 3D-s kockára ragaszthatták, ami innentől kezdve a helytörténeti gyűjtemény előterében tekinthető meg. Ezzel a móka viszont még korán sem ért véget, délután Őri Nándor építőmester mutatta be a gyerekeknek, hogyan kell munkálkodni az anyaggal, illetve a téglával. Sőt, az ügyesebbek még viasznyomatot is készíthettek a város első pecsétjének másolatával. 65 belváros is kisdiák ült biciklire és húzott túrabakancsot a gyaloglás világnapján október 15-én. A túrázók a Tinódi Ház mögött már a reggeli órákban nyeregbe pattantak, és együtt indult a Gunarasba a Hatvár-Hatrád tanösvény helyszínére. Az első világháború idején épített vasútvonal töltésén haladó útvonal mentén 10 darab úgynevezett pusztát népetábla is található. A gyerekek csoportokban mindegyik táblánál szellemi totót tölthettek ki, valamint villámkérdésekre válaszoltak, ezzel bővítve természetismereti, történelmi és irodalmi ismereteiket is. Többek között a minimálbér emeléséről, ingyenes oktatásról, gyógyszerárcsökkentésről és korrupciómentes jövőről beszélt Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, aki Dombováron tartott sajtótájékoztatót a napokban. A 2018-as országgyűlési választások kampányigéretei mellett kiemelte, hogy elegük van már az elmúlt 27 évből. Véleménye szerint ideje, hogy a szegényebb dolgozó réteg is képviselve legyen. Mint mondta, fontos, hogy időben megkezdődjön a kampány, hiszen a Munkáspárt a 2018-as választásokon már minden településen szeretne jelölteket indítani, így Dombováron is. Mára köszönöm figyelmüket, friss híradóval legközelebb, október 28-án pénteken jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a dombomedia.hu weboldalán. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!